Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornáma. Ha esetleg mi nem találkoztatok volna, akkor sziasztok, én Cintia vagyok. És a mai videóban végre valahára megmutatom nektek az én 2021-es kedvenceimet. És előjáróban annyit szeretnék nektek elmondani egész egyszerűen, hogy én az ilyen jellegű videókkal mindig meg vagyok lőve. Nincs mit kertelni. Um, nehéz összeszednem, ugyanis már-már begyöpösödötten tudok ragaszkodni egy-egy bevált termékhez, és itt is lesz olyan termék, amit mutattam már videóban, lesz olyan, ami így általánosságban volt kedvencem, úgyhogy lehetséges, hogy lesz benne olyan, amit már láttatok, ha esetleg igenis unalmas ez nektek, akkor elnézéseteket kérem, tehát ugye ennek a videónak pont ez a lényeg, hogy olyan termékeket mutassak, amit egész évben használtam és szerettem használni. Viszont mielőtt elkezdeném ezt a videót, szeretnék két kérdést rögtön megválaszolni, ugyanis nagyon sok kérdés szokott érkezni azzal a kapcsolatban, hogy honnan vannak a fülbevalóim, illetve a rúzs, amit viselek, az melyik fajta rúzs. Ugye kezdeném a rúzsal, ez gyakorlatilag a csatorna indulásától kezdve a második éve folyamatos szereplője a videóimnak, ez nem más, mint az Essence-nek, ez a 08-as Eternal Beauty, ha jól lejtem, kis rúzsa, a pontos megnevezést lem megtaláljátok az infoboxban, ez egy ilyen májvásabb rúzsaszínes rúzs, én nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon sokszor viselem, azért láthatjátok, hogy fogy is, nem akarok hazudni a 2019-es vagy nem, 18-as talán adventi kalendáriumban volt, nekem ez azóta van meg, de nagyon-nagyon szeretem, és nem romlott meg. Ez egy krémesebb rúzs, semmiképpen sincsen matt finise, és szatjánosabb se sincsen, úgyhogy mindenképpen azt ajánlom nektek, hogy kicsit rajzoljátok körbe előtte a szátokat, mert ide-oda azért hajlamos mozogni, viszont én nagyon-nagyon szeretem. És ahogy láthatjátok, mögöttem már tavasz van, én is tavasz tündének költöztem talán, mert a hajam is rózsaszín felső van rajtam, a rúzs is dukál hozzá, úgyhogy én igazániból már nagyon-nagyon várom a tavaszt, és ilyenkor mindig előveszem ezt a rúst, nagyon-nagyon szeretem. A főbevalón pedig egy uh, statement fülbevaló igazándiból, ez immáron Három éves lesz, és az igazság, hogy ezt egy helyi butikban vettem. Ha a kapuváriak vagytok, vagy a környéken éltek, akkor talán a Renátó Bizsutéria mond nektek valamit. Én ezt ott vettem még az esküvőnkre, ez volt rajtam az esküvőmön, úgyhogy ez azóta megvan, nagyon-nagyon különleges számomra, óva féltem, nagyon sokáig nem mertem utána hordani, mert hogy ezt szeretném, hogy egy örök emlék legyen, viszont annyira gyönyörű, és nekem annyira tetszik, hogy muszáj vagyok hordani. Uh, úgyhogy igen, ez egy három éves darab, és ahogy említettem, a Renátó bizsutériából van. Viszont nézzük is a 2020-as kedvenceimet. Értelemszerűen, mondanám sem kell, kezdjük a sminkekkel. És az igazság, hogy sminktermékekben én nem újítottam be nagyon, mert három darab sminkterméket hoztam ide, és mind a három termékről hallhatatok már a csatornán. Kettő nixes és egy Catrice termék, azt hiszem ezzel sem hazudtoltam meg önmagamat. Talán még ide rakhatnám ezt is ilyen kedvencnek, mert folyamatosan ezt hordtam szinte. Úgyhogy igen, kezdjük is a catrice mert ő van igazándiból egyedül. Amit én nagyon-nagyon megszerettem, ezt az év közepe tájékán szereztem be, ez a Catrice-től a 3D-s ilyen szemöldök formázó duója gyakorlatilag, ez egy ilyen pomádé, és ez a medium to dark árnyalat, a 020-as számot viseli. Uh, ahogy említettem, van benne egy ilyen középbarna, ami egy kicsit ilyen sötét taupe árnyalathoz hasonlít, illetve van benne egy egészen mély barna is. Uh, teljesen őszinte leszek veletek, nyilvánvalóan én ezt a kicsit taupésabb árnyalatot szoktam használni, egyébként sötét frappénak is mondhatnám. A frappe és a taupe nagyon-nagyon hasonlít, a taupe világosabb szokott általában lenni, a frappe a sötétebb, akkor mondjuk azt, hogy ez egy picit ilyen sötét frappe ányalat hogy egészen pontosak legyünk akkor már. Ezt szoktam használni szinte az egész szemöldökömre, viszont a sötét barnát is használom, mert hogy a bal szemöldökömnek itt a belső fele ez egészen hiányos, tehát ha nincs kitöltve, gyakorlatilag olyan, mintha ott kopasz lenne, és oda szeretem a sötét barnát felvinni. A jelen pillanatban a szemöldökém mindig nem akarnak leülni egymással tárgyalni, nagyon botrányosan néznek ki, össze-vissza nőlnek, Uh, alig tudom formázni, és nagyon nehéz is formázni. Egyébként erősen gondolkodok egy ilyen púderes szemöldök tetováláson. Um, hát ez egy beruházás lenne gyakorlatilag, viszont um, egyrészt nem nagyon tudom, hogy itt a környéken kielné meg, mint a szakember, mert azt hiszem nem sokan foglalkoznak ezzel. Másrészt úgy vagyok vele, hogy nekem azért elég sűrű a szemöldököm. Um, rikíteni nem szeretnék rajta, maximum a formáján javítani, úgyhogy ez így egy elég nehéz kérdés számomra, de őt nagyon-nagyon szerettem, iszonyattartós, tartós, abba felviszed az ott marad, és nem kopik, úgyhogy hát legalábbis nálam nem kopik, egyébként amúgy vízálló, azt írja, lehet, hogy azért, de tényleg nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon könnyű eltávolítani, is tehát nem hagy nyomot, nem darabos, nem csomósodik, és fél éve használom ezt, és ez se száradt még be, úgyhogy szerintem ez egy plusz pont, én nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, ha gondoljátok, akkor ti is lessétek meg, és árérték arányban is nagyon-nagyon jó, mert nem akarok hazudni ilyen, szerintem ilyen nagyon túlzóan is a jelenlegi árak mellett, ilyen 1000 és 1500 forint között mozog az ára. Aztán menjünk is tovább, az az igazság, hogy róla nem szeretnék sokat beszélni, mert ha esetleg régóta nézed a videóimat, akkor már rongyosra beszéltem a számat ezzel a termékkel kapcsolatosan, de ha esetleg új vagy, akkor egy elmondanám nagyjából, hogy én ezt is így az évközepe tájékan vettem magamnak, ez a NYX-nek a Matte Finish Fini Matte Setting Spray-je, és én imádom. Fantasztikus, csodálatos. Nagyon szépen mattít, nagyon szépen tartja a sminkemet. Istennek hálamos, vagy nekem van egy nagyon-nagyon jó alapozási rutinom, vagy nagyon szerencsés vagyok, vagy mindkettő, de ha én felkenek egy sminket, egy alapot magamnak, akkor ez nekem, gyerekek, tart. És ezt tudjátok, mikor tapasztaltam? Szilveszterkor. December 31-én, nem akarok nektek hazudni, olyan reggel 9 óra magaslatában sminkeltem, és hajnali, négykor értünk haza, és az alapozása még mindig bombasztikus volt. Amúgy a történt leszek a tükörnél megállva megveregettem a vállamat, hogy good job, Cynthia, good job. <laughs> de, de tényleg, és nem tudom, hogy mondjuk ő miatta, vagy tényleg az alapozási rutinom olyan, de biztos vagyok benne, hogy ő is hozzátesz. Egyébként én nagyon-nagyon szeretem használni ezt külön az ecseteknél is, amikor egy uh, csillámosabb, glitteresebb szemhéjpúdert viszek fel, szerintem egyébként ott is tökéletesen funkcionál, de arcnál egyszerűen csodálatos, tehát tényleg csoda-csoda a termék. Ami nagyon-nagyon tetszik, hogy nem köpi a terméket, tehát egységesen fújja, és nem hagy ilyen cseppfoltokat az arcodon. Ha esetleg mégis hagyna, akkor pedig egy sminkszivar segítségével gyönyörűen el lehet dolgozni, tehát csak így átütögeted, és nem fogja leszedni az alapozódat, nem mozdítja el az alapozódat, hanem szépen ott tartja igazándiból. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem őt is, meleg szívvel ajánlom, és ő se drága, mert nagyon maximum egy 2000 forint környékén mozoghat az ára, és már nincsen benne sok, szerintem maximum ilyen negyedik lehet. ez biztos, hogy újra fogom venni, mert ő kell nekem. Tehát az életemnek is kell, mert kell. Ezt nagyon szépen megfogalmaztam. És az utolsó minta még gyakorlatilag az egy a spirál, amiről én az elején mondtam ilyen-olyan-olyan -olyan -olyan véleményt, viszont az, az igazság, hogy annyira szívemhez nőtt, egyébként őt ajándéba kaptam az egyik ötöktől, hogy nem tudok nélküle élni. És azóta én használtam többfajta szempillaspirált is, és egyik sem volt annyira jó, mint ő. A különlegessége, de szerintem nagyon sok szempillaspirálnak a különlegessége egyébként az, hogy minél inkább szárad be, minél inkább használod, annál jobb lesz. És ez igaz erre. Eleinte nem csinált annyira szépen ívelt szempillákat, most viszont már szerintem csak félig van, vagy negyedig, egyszerűen az égbe rakja a pillájat, de tényleg. És ez nem más, mint a nix nek az On The Rise nevezetű Volume Lifting maszkarája, vagy szerintem értitek, de majd a pontos megnevezése lenne az infoboxba természetesen. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon tetszik a, a keféje is. Én ugye jobban szeretem az ilyen szilikonosabb, műanyagosabb keféket, ez egy ilyen egyéni preferencia. Nekem sajnos uh, eléggé összetudnak állni a szempilláim, és nekem fontos az, hogy tényleg minél inkább, minél jobban szét tudjam választani és ívelni tudjam. Tehát jó, hogyha elkap minden szállat. Egyébként egy ilyen. Uh, a vége fele keskenyedő keféje van, tehát hogy láthatjátok, hogy itt duci, aztán így egy kicsit összemegy, és még egy picikét duci a vége. Nagyon-nagyon szépen elkapja a szálakat, hogy említettem, és nagyon-nagyon könnyűvel az alsó pillákat is megcsinálni. Ha esetleg kifejezetten alsó pillákhoz kerestek szempillaspirát, ez akár ahhoz is jó lehet, úgyhogy én ahhoz is tudom külön ajánlani nektek. Két rétegbe szoktam felvinni, nekem igazándiból ez egy ilyen jó bevált trükk, um, mindig két réteget használok, bármilyen szempilla spirálra legyen szó, és én nagyon-nagyon szeretem őt, úgyhogy őt ismerem nektek ajánlani. Jó, volt egy kis technikai szünet, mert hogy sajnos elment a net közben, és ugye nekem a táblagépről netről megy az a háttér, úgyhogy két idegbaj között visszatértem, és akkor beszéljünk tovább a kedvencekről. A következő kedvenc is egy olyan termék lesz, amit igazándiból én mutattam már évközben, nagyon-nagyon szeretem, viszont az az igazság, hogy én továbbra is csak őt szeretem, ez pedig nem más, mint a carmex a tiszta, egyszerű, klasszik, stiftes kis ajak bazzsama, amit én nagyon-nagyon szeretek, tényleg nagyon régóta használom, hát egy éve használom szerintem, abszolút megéri az árát, nagyjából ilyen 1000-1100 forint között mozog az ára, DMB Rosszmanban, hipermarketekben is megtalálható, én nagyon-nagyon szeretem, nagyon kényelmes visele. nem hámlik az ajkaimon, nem csomósodik össze, nagyon kellemes ilyen kis mentoros érzete van, és most talán már eljutottunk, hogy van egy itthon kifejezetten, van egy a munkahelyemen, és szerintem nem sokára a táskámban is külön, hogy bármikor tudjam használni. Tényleg nagyon szeretem, nagyon szépen hidratálja az agyaimat, és abszolút egy nagy-nagy kedvenc lett, de szerintem ő az egész életemben egy kedvenc lesz, úgyhogy őt ismerem nektek ajánlani. És hát akkor menjünk is tovább a smink eszközökkel, mert hogy kettő terméket hoztam ide is. Az, az igazság, hogy mindegyikről beszéltem már szerintem, ha nem kedvences videóban, akkor pedig drogériás kedvencek videóban beszéltem talán róla. Az egyik az a Real Technixes uh, amit most elég gyatran mód, uh, amit most eléggé uh, nem tudom, milyen állapotba hoztam ide, hát nem túl szép, de nagyon-nagyon szeretem. Uh, azt hiszem róla már tényleg beszéltem kedvences videóba, Akkor említettem azt, hogy nagyon szeretem, hogy az egyik felé ilyen kis lapos, mert akár kontúrozásra is nagyon jó lehet, de szépen uh, eloszthatja az alapozót, illetve tetszik benne az is, ez szóval továbbra is így van, hogy uh, van ilyen kis dundi, kis hegyesebbik fele, mert ezzel nagyon szépen beférek ide a belső szemzúkba, és nagyon szépen is könnyen tudom eloszlatni a korrektort. Kifejezetten tetszik az, hogy a korábbi beauty blenderjeimmel szemben ez nem szív magába annyi terméket, tehát gyakorlatilag ami van, az így a külső felületén tapad meg, és nem nyeli el, nem iszta magába, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Elég tehát hogy mondjam, mondjuk egy lovelish, vagy egy Rossmann saját márkás uh, sminkszivacshoz képest kicsit drága, mert 2000 forint fölött van az ára, de én azt gondolom, hogy még mindig megéri, úgyhogy őt is biztosan újra fogom menni. Ő is egy ilyen mindenkori nagy kedvenc lett, és ha már egyszer mutogatok itt, meg varázsolok a kis uh, sminkecsetemmel, akkor szeretném nektek bemutatni ezt az ebelinás uh, sminkecsetet, aminek száma nincsen sajnos, de ez a pufibb, fejűbb ecsetről de erről a pufi fejük is ecsetről szeretnék beszélni, ami annyira nem tömöttetni, így relatív ö, laza szőrszálai vannak, tökéletes, fantasztikus, satírozó ecset, igazándiból most is ezzel vittem fel a mélytő egy kevés kis bronzosítót, nagyon szeretem, nagyon szépen eldolgozza a színeket, ami kifejezetten tetszik benne, nekem eddig ilyen ecsetem nem volt, hogy általánosabb a véve, én szeretek ö, ilyen Kicsit összetettebb szemsminkeket készíteni néha, és kifejezetten szeretem a külső vémet sötét barnával mélyíteni, és nagyon szépen összedolgozza a többi színnel, tehát könnyű vele dolgozni, én ezt nagyon-nagyon szeretem benne, nagyon praktikus, utazáshoz én abszolút tudnám nektek ajánlani, meg úgy ámblok a mindennapi élethez. Uh, mindenképpen teszek be hozzá linket a DM oldaláról, mert ott megtaláltok majd a pontos megnevezést is. Itt tényleg annyi negatívumot helyeznék csak meg, de ez inkább egy ilyen észrevétel, hogy tényleg jó lenne, ha valamilyen megnevezés, vagy szám, vagy uh, bármi lenne a kis ecseten feltüntetve, mert sokkal könnyebb lenne úgy egyébként elmondani nektek, és ugye nem mindenki szokta megnézni az infoboxot, sajnos pedig egyébként mindig kiemelem az ilyen jellegű videóknál, hogy minden terméket felsorolok lenne az infoboxban is úgyhogy érdemes megnézni, ha kérdésetek van bármilyen termékkel kapcsolatban. Nyilván igyekszem mindig válaszolni, de ha mondjuk esetleg nem lenne rá időm, vagy bármi, akkor ott rögtön megtaláltok mindent, úgyhogy őt is mióta megvettem, nagyon-nagyon szeretem és használom. Menjünk is tovább, mert hogy van itt kettő hajra való termék is, és igaz, hogy készülök egy ilyen hajápolási hajrutinos videóval. Őszinte leszek, nem tudom, hogy az esetleg meg fog-e valósulni, vagy nem, mert összességében véve annyira sok mindent nem tudok nektek mondani, igazából a termékeket tudom nektek megmutatni, amiket használok, de így külön ilyen hajtörténetet, meg hogy mi történt a hajammal, um, hogyan történt, anyám kinya, meg hasonlók nem tervezek. Ha esetleg kíváncsiak vagytok arra, hogy kifejezetten milyen termékeket használok, milyen sorrendben a hajamra, akkor azt írjátok meg, mert nagyon szívesen készítek ilyen értelemben egy ilyen hajápolási videót, de külön ilyen hajtörténetes, meg uh, mindenfélét egyébként én nem tervezek. De van itt két termék, amit nagyon-nagyon szeretek. Az egyik az egy uh, mi is ez magyarul? Jaj, hővédőspré. Igen, ez egy hővédőspré. Ezt tavaly vettem uh, ez a tereszeme? Sose tudom, hogy kell pontosan kiejteni ezt a márkát. Viszont ez a tavalyi nyár folyamán jött ki, ez a kaktusz, bizes és kókuszos kis Termékcsalád, ebben azt hiszem volt sampon, balzsam is talább, meg valami hajvégápoló krém, nem vagyok benne biztos. Az illat egyébként fantasztikus, tehát már ez megéri magába véve, de hát tudjuk, hogy ez azért nem minden általában. Tényleg nagyon-nagyon szeretem, igazából én 190 fokon szoktam vasalni a hajamat, nagyon maximum heti egyszer, de ez is igazából csak mostanában szokott előfordulni, meg ugye amikor visszavágattam rövidebbre a hajamat. Mostanában azért, mert vannak benne ilyen kis menetek, és ugye nekem elég vastag a hajam, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy ő az én kis szimbiótám, tehát él vígan rajtam, mondjuk véleti díjat nem fizet, de azért rajtam él, mindegy, mindenképpen kell, mert hajlamosan olyan életet élni, és ugye nekem picit hullámos a természetes hajam, így nyilván eléggé hülyén nézek ki, hogyha megszárad, és utána fésülöm ki, ezért szeretem heti egyszer általában kivasalni a hajamat. Nagyon szeretem, nagyon kellemes az illata, könnyen beszívja a hajam, nem tartalmaz az alkoholt, igazán nem tudom, hogy egy hővédéspéről mit lehet mondani, azt sem tudom megmondani, hogy miért lett kedvencem, de, de kedvencem lett. Szeretek vele dolgozni, azért ez egy picikét drágább, mint mondjuk egy Baleás hővédőspray, vagy egy nem tudom, hogy az Iszhanának van-e, azok általában mindig ilyen 1000 forint környékén szoktak mozogni. Ez talán ilyen 2000 forint körül mozgott. Maga a márka is általában jó termékeket szokott kidobni. Igazándiból én előtte még mást nem próbáltam a márkától. Ezután se próbáltam, egy samponom van, amit kaptam egy ismerősömtől, mert neki nem vált be, azt szeretném még nagyon-nagyon kipróbálni. Így elsőre azt mondanám, hogy nekem így átment a testen, de aztán majd meglátjuk a későbbiekben, hogy hát nyilván úgy gondolom, hogy másik termékek a márkától hogyan válnak majd be, vagy mondjuk az a sampon. Őt nagyon tudom ajánlani. Ha esetleg tényleg nem akarok később, mert nem tudom, hogy limitált kiadás volt-e, vagy sem, azt tudom, hogy egy ilyen nyári kollekció volt. Ha esetleg valahol megtaláljátok, vagy, vagy ha esetleg elérhető a boltok kínálatában, szerintem lesétek meg, mert amúgy tök jó. Ha pedig limitált kiadás volt, akkor pedig elnézéseteket kérem, mert akkor viszont az az én saram, hogy nem néztem utána, ez tény és való, de egyébként tényleg nagyon-nagyon jó termék. A másik hajápodási termék viszont egy abszolút kedvenc volt, és itt nem is kifejezetten a termék, hát nyilván a termék is már ezt hoztam ide, de maga a márka is nekem nagyon-nagyon elnyerte a tetszésemet. Én ezt ajándékba kaptam igazándiból, több más termékkel együtt a márkától. Nem magától a márkától, egy ismerőstől kaptam egyébként őket, és ez a Varga Hair nevezetű kis márka. Ez egy professzionális márka, ami kifejezetten fodrászoknak gyárt termékeket. Ez egy németországi cég egyébként. Baromi drága, nem fogok hazudni, de nagyon megéri. Ez egyébként egy ilyen hajvédő, haj tápláló spré, amit közvetlenül hajra tudsz fújni, és nem kell kimosni. Argánolajat tartalmaz, illetve méz, valamint ristejet is tartalmaz. Fantasztikus. Az illata is nagyon-nagyon jó egyébként. Nem tudnám megmondani, hogy mire hasonlít az illata. Minden esetre én nagyon-nagyon szeretem, tényleg nagyon-nagyon szépen puhítja a hajat, nagyon könnyű utána kifésülni. Ha esetleg gubancolódásra hajlamos a haj, akkor tökéletes, akkor nagyon-nagyon ajánlom. Pújhatod egyébként közvetlenül a haj tövedre is, mert nem fog semmit csinálni, maximum csak táplálni fogja. Az én esetemben nem okozott különösebb gondot már, mint hogy így nem zsírosított a pluszba a hajamat. A hajvégeim nagyon szép puhák, ápoltak lettek, és tényleg nagyon-nagyon finom illatot kölcsönöz a hajnak nagyon-nagyon uh, szeretem. Esetleg olvashatok utána, uh, majd valamit lelinkelek nektek a cégről ugye az infoboxban. Ha mondjuk a fodrászod dolgozik a céggel, vagy uh, tud beszeretni neked, akkor én mindenképpen tudnám javasolni, mert a samponjaik is egyébként csodálatosak, a hajpakolásuk, a hajbarzsamjaik is. Uh, mi van még nekem tőlük? Nagyon másom nincsen, de én nagyon-nagyon szeretem. Ez viszont egy kifejezetten nagy kedvenc lett, mivel iszonyat könnyű utána fésülni a hajat, de tehát tényleg így végig siklik a fésű a hajalba, és perfekto, perfekto. Na, de menjünk is tovább, mert hogy van itt még nekünk egy Balea Med arctisztító gélünk, amit ugye én nagyon-nagyon szerettem, ez már nagyjából a második vagy a harmadik ilyen kis tubusom. Én ezt reggel használom jelenleg arctisztítóként, nagyon tetszik az, hogy nem tartalmaz illatanyagot, illetve parabén sem, valamint színezékanyagot se tartalmaz. Ugye a balának azok a med termékei egészen népszerűek lettek, már csak azért is, mert árérték arányban is csodálatosak. Um, nem gondolnám azt, hogy kifejezettebb csodát tesz az arcommal, viszont nagyon szépen tisztít, nem irritál, ahogy említettem, és nem tartalmaz parfümanyagot semmi ami nekem tetszik kifejezetten, viszont amit el kell távolítania, azt viszont eltávolítja, úgyhogy önmagába véve én nagyon meg vagyok vele elégedve, és ez a 150 ml kerül nagyjából egy ezresbe, úgyhogy emiatt is vált nekem nagy kedvencemmé. Mielőtt áttérnénk az ilyen kis egyéb dolgokra, így szeretnék nektek megmutatni egy parfümöt, amiről szintén beszéltem már egyébként videóba, ez a Kubának a Lavida nevezetű kis illata, és ez nekem már a második ilyen kis üvegcsém. Nagyon játékos parfüm, mert valakinek kifejezetten fűszeresnek hat, rajtam picikét púderesebbnek, édeskésebbnek, attól függ, nem tudom mitől függ egyébként, nyilván ugye a bőröm ph jától vagy hogy milyen lábbal kelt, de, de van, amikor tényleg kifejezetten púderesnek hat rajtam, valamikor kicsit pésmásabb, virágosabb illatnak hat, nagyon karakteres, nagyon imádom, nagyon sokan használják, ezt én is tudom, viszont ennek ellenére sem gondolnám kifejezetten tucat illatnak, már csak amiatt sem, mert tényleg nagyon emberfüggő, hogy ki, hogyan jönnek ki az illatjegyek. Ez egyébként igaz nagyon sok parfümre, de szerintem nála különösképpen. Uh, nem akarok nektek hülyeséget mondani. Nincs rá vagy hány milli? Na, az szép. Hát nem tudom, ez ilyen 100 ml, igen rajta van, megtaláltam, csak nagyon apró betűkkel, ez a 100 ml kiszerelés kerül 3000 forintba, legalábbis a Rosszmanba utoljára a körül láttam, ahogy említettem nekem, ő a második üvegcsém, és nagyon szeretem, nagyon imádom, és biztos vagyok benne, hogy újra fogom venni, um, egyszerűen csodálatos ez a termék, de tényleg eszméletlen mód szeretem. Muszáj voltam inni egy kortyot, mert hogy kiszáradt a torkom, annyit beszélek. Viszont ha már ivászat, akkor hadd említsen meg nektek az idei év nagy kedvencét. Igazából ezt a férjem kapta, de én lenyúltam tőle. Ez egy másfél literes uh, kulacs. Másfél literes kulacs. Nem tudom ebben mi volt annyira bonyolult, viszont nagyon-nagyon szeretem, mert... Hát már itt a motivációs rajta, hogy never give up, és egyébként mutatja neked a, a kis dolgokat, hogy mennyit kéne innod, ugye az elején, hogy get started, try more, cheer up, that's it, mission clear, tehát nagyon, tehát nagyon motiváló az üveg önmagába véve is, viszont én tényleg nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon praktikus, és hogy említettem, ez az eddig legnagyobb kulacsom, másfél liter folyadék fér bele, egyébként sima vizet iszok, és amikor őt viszem magammal bárhova, akkor sokkal többet iszok, mert nem tudom miért, valahogy amúgy tényleg motivál az üveg, most hülyének néztek, de tök jó, hogy így látom, hogy mennyit ittam egy egész nap, hogy hol tartok, hogy mit mond nekem az üveg, és amúgy, amikor nagyon keresek is már, hogy ma még csak ennyit ittam, és fél kettő van, akkor így olyan érzésem van, mintha rám szólna, hogy szintén szedd már össze és így áll már, Úgyhogy mindenképp javaslom nektek azt, hogy vegyetek, szerezzetek be egy ilyen nagyobb, akár másfél, akár két literes ilyen kis kulacsot, töltsétek meg vízzel, mert, mert sokkal nagyobb motiváció lesz, mint hogyha mondjuk pohárból innátok. Ha pohárba kéne innom itthon, akkor én szerintem elvesznék, most is elvesztem az ünnepek alatt, viszont így, hogy ezt így elővettem, és ebből iszok itthon is, azért van motivációm, és hát igen, a Mission Impossible kezdődik délután, mert hogy ezt meg kéne innom, és még egy dolog így az ivászattal kapcsolatban, a ne gondolja senki rosszra. Ugye tavalyi évben a műanyagot elkezdték fokozatosan kivonni a piacról, és hát nyilvánvalóan a legtöbb esetben papírral próbálják meg helyettesíteni, a szívószálakat, hasonlókat, viszont vannak ilyen jó kis fém szívószálak is, nekünk ez már régóta megvan itthon, Viszont szereztünk be még hozzá, nagyon praktikusnak találjuk, egyébként a férjem is szereti, én is szeretem. Van olyan ismerősünk, aki még a moziba is hordja, egyébként több praktikus, és nem értem, hogy miért nem szoktunk gondolni. De környezettudatossági szempontból is, akár azt mondom, hogy egy kulacs, vagy akár azt mondom, hogy egy szivószár, jó, ez nyilván műanyagból van, de értitek, szóval tehát ebbe is bele tudom tölteni a vizemet, valaki pedig az ásványvizét tölti bele a kulacsba, szerintem az fölösleges, ugyanúgy ott a csapvíz, vagy bármi, szerintem értitek, de a szívószál az kifejezetten jó tud lenni ilyen célra, és én nagyon-nagyon szeretem, ha itthonra veszünk valamilyen szénsavas üdítőt, akkor én kétségkívül mindig fém iszom, Egyébként van itthon műanyag szívószálunk is még, de azt már nagyon-nagyon őstégen vettük, abszolút nem is használjuk. Úgy voltam vele, hogyha esetleg vendégségben jön valaki, akkor majd jól lesz, de mindig elfelejtem elővenni, úgyhogy fém szivószár. Nekem ő nagyon-nagyon praktikus. És már csak az utolsó dolog van hátra, amit szeretnék nektek megmutatni, ami igazándiból nem kifejezetten ez a könyv, hanem az írónő maga. Tomor Anita. Szerintem róla is beszéltem már itt a csatornámon. Őt karácsonyra kaptam, és olvastam el ezt a könyvet kifejezetten. Ez az Imádlak Los Angeles című könyv. Másfél nap alatt befejeztem. Nagyon-nagyon szeretem, hogy az írónő fogalmaz és hogy felépíti a történetet. Szerintem önmagába véve ez az ötödik vagy hatodik könyv, amit olvasok, és eddig nem csalódtam benne. Az egyetlen csalódásom a története kapcsolatban az az, hogy áprilisban jön ki a második része, és azt hiszem, a szeretlek Hawaii, az lesz a címe. És én addig nem nagyon tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Nyilvánvalóan fel fogom magamat építeni, de szerintem aki szeret olvasni, az tudja, hogy minden könyv után egy picit elveszítjük önmagunkat, meg kell találnunk az életünk új értelmét, és fel kell állni. És ez nem könnyű. Tehát ezt most viccet félretével mondom, ez nem könnyű. Úgyhogy a könyvet is ajánlom, meleg szívvel nektek, de magát, tényleg az írónők műveit nézzétek meg. Jó néhány regénye jelent már meg a piacon, ilyen például az Álmodtam már rólad, ezt amúgy még nem olvastam, a Hello újra kedvesek szem szintén zseniális, az én abszolút kedvencem a Sugar Daddy egyébként, ami ne tévesztem meg a cím, mert uh, semmilyen uh, tényleges a Sugar Daddy nincs benne, legalábbis nem a főszereplőket illetően, de egyébként nagyon-nagyon tetszik az a könyv is, a Veled egy szigeten, ez tavaly előtt 2020-ban jelent meg, ez is fantasztikus, az Irány Hollywood nagyon-nagyon jó, azt is olvastam, aztán uh, 8 éjszaka, azt is olvastam már, még mindig rólad álmodom, az sajnos még eddig nem, az egyébként az álmodtam már róladnak a második része, a most már együtt álmodunk is, uh, ehhez, a trilógiá, ehhez a trilógiához tartozik igazából, és előkészületben van a Szeretlek Hawaii, ami ugye az Imádlak Los Angelesnek a második része, az Újra veled álmodom és a Sugar Baby. A Sugar Baby az egyébként a Sugar a második része, és bízom benne egyébként, hogy ott Logan és Lé történetét folytatja, mert annak nagyon örülnék, arról még semmilyen információ nincsen, az biztos, hogy mindegyiket meg fogom menni, a Szeretlek hawaii az ugye Oliver és Lorának a történetének a folytatása, illetve benne lesz Jake és Zoe is valamilyen szinten, de nem kifejezetten ők lesznek a főszereplők. Úgyhogy igazándiból az írónőnek a könyveit, Tomaranit a könyveit nagyon-nagyon tudom ajánlani, nem beszélve arról, hogy egy magyar írót támogatsz azzal, hogyha megveszed a könyvét, ez is fontos szerintem, és garantált siker, mert nem fogsz csalódni a könyveibe. Úgyhogy igazándiból az én 2020-as kedvenceim azok így ezek lettek volna. Tudom, hogy volt olyan, amiről már beszéltem videóban, volt itt néhány újdonság is, talán egyébként újat megtudtatok rólam, hogy azért valamilyen szinten tudok én is tudatos lenni, mert sokszor megkapom, hogy nem vagyok tudatos. Amivel egyébként nem tudok vitatkozni, mert én is tudom magamról, hogy többet kéne gondolnom, vagy több időt, energiát kéne folytat, több időt és energiát kéne magára a környezetudatosságra fordítanom. Úgyhogy igazából ennyi is lett volna ez a kis videó mára. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor az mindenképp jelezzétek felém egy lájkkal. Like és ha úgy vagy itt még, és nem tettem meg, akkor pedig mindenképp iratkozz fel a csatornámra. És remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!